Még nincs döntés, mégis hatalmas visszhangja van a Magyar Iparkamara vezetőjének javaslata körül, miszerint 2021-ben felfüggesztenék a vállalkozások által az önkormányzatoknak fizetett iparűzési adót. A helyhatóságok kivéreztetésről beszélnek, hiszen már elvette a kormány a gépjárműadót, ismét bevezették az ingyenes parkolást, mindezt tetézi a szolidaritási hozzájárulás emelése. Most arra lényegében az iparűzési adó maradt az egyetlen érdemi forrásuk. Erősen komolyan vesszük, hogy a gazdaságot működtetni kell. Ez valamennyiünk érdeke. És azért vannak olyan iparágak, ahol borzasztó nagy az ütés, vagy az, amit ki kell bírni. Turizmus, vendéglátás, légiforgalom, tehát ezek a területek hihetetlen módon kerültek nehéz helyzetbe. Szeged gazdasági alpolgármestere szerint a cégeket más úton is lehet segíteni, például bértámogatással vagy más adók csökkentésével. Az iparűzési adó felfüggesztésének célja nem más, mint az önkormányzatok újabb sarcolása, állítja Széchenyi Rózsa. Mint mondta, ez már tavasszal megkezdődött, akkor 6 milliárd forint bevételtől esett el a város. Az ingyenes parkolásról beszélhetünk, ami bevételkiesés lesz évvégéig a városnak, és ma felmerült ez az agyament ötlet, amit nem tudok másképp jellemezni, mint hogy egyfajta brainstorming, hogy miket lehet még az önkormányzattól elvonni. A helyi iparűzési adó egyetlen bevétele az önkormányzatnak, amit a közfeladatok ellátására fordít. Tehát ezt megsarcolni, én azt gondolom, tulajdonképpen aláírás annak, hogy az önkormányzatiság megszűnt. Az alpolgármester egyelőre nem beszélt a javaslat esetleges bevezetésének súlyos következményeiről, de Budapest főpolgármester helyettese például előrevetítette, hogyha nincs iparűzési adó, nem lesz tömegközlekedés, sem közvilágítás. Az iparkamara elnöke erre úgy reagált, az önkormányzatoknak is részt kell vállalniuk a járvány miatt a közös tehervállalásból. És már itt is van a stúdióban mellettem Molnár Áron, a polgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Széchenyi Rózsa Szeged alpolgármestere agyament ötletnek nevezte az iparűzési adó elvételét, ami ugye azt jelenti, hogy persze nyilván a cégek örülnek, mert nem kell fizetni, az önkormányzatok meg kis túlzással meghalnak, mert a bevételék legnagyobb részét az iparűzési adó adja. Ez egy korábbi összefoglaló volt, amit láthattunk, amikor ugye egyáltalán felmerült az ötlet, azóta csönd van róla. Nem lehet tudni, hogy mi lesz vele. Egyrészt ön mire gondolt, mi jutott eszébe, amikor meghallotta ezt az ötletet? El tudja képzelni, hogy tényleg megcsinálják? Azt nem mondom, hogy mi jutott eszembe, mert nagyon csúnya lenne szerintem, itt a tévéstúdióba nem illene. Én úgy gondolom, hogy a célt nem látom. Tehát alapvetően az igaz, hogy folyamatos nyomás alatt vannak az önkormányzatok. Alapvetően ezt sem értem, hiszen egy kormányzatnak az önkormányzat mindig is partnere kéne, hogy legyen, teljesen mindegy egyébként, hogy milyen színű vezetése van annak az önkormányzatnak, mert alapvetően az emberekkel direkt kapcsolatban mi vagyunk. Tehát nagyon sok esetben tudná a két erő egymást segíteni. Most jelen pillanatban tényleg csak azt érezzük, hogy folyamatosan érnek minket csapások, és nem látjuk, hogy ennek mi igazából a célja, és mi lesz ennek a vége. Az iparűzési adóval kapcsolatban ugye, ha egy picit pontosabban, én is az első felindulás után azért megnéztem, hogy miről is szólt ez a nyilatkozat, hogy ott egész pontosan a KKV-knak történő egyfajta segítségnyújtás volt az indok. Hát mi megvizsgáltuk, szerintem nagyon sok önkormányzat megvizsgált, hogy amennyiben a KKV-k iparüzési adója kivonásra kerülne a település iparüzési adójából, akkor ez mit jelentene? Nálunk olyan 33%-át vesztenénk el az iparüzési adónknak. Ami... Az mit jelent a nagy gyakorlatban? A gyakorlatban azt jelenteni szerintem, hogy hát ha viccesen akarom mondani, akkor fölküldeném a miniszterelnöknek a település kulcsát, és akkor ennyi. Tehát tulajdonképpen nincs mit onnantól kezdve beszélni. Nyilván nálunk nincsen tömegközlekedés, ilyen értelemben nekünk például ilyen rendszereket nem kell fönntartani, de csak hogyha számokkal operálnék, akkor azt tudnám mondani, hogy Algyő jelen szintű üzemeltetése, amiben benne vannak az intézmények, bérektől kezdve minden település üzemeltetés, stb. Ez a megszokott szint, amit most már tartunk évek óta, ez egy 1 milliárd 700 milliós, az 1 milliárd 300 milliós költség. Erre rájön egy 370 milliós szolidaritási adó, amit elvisz a kormányzat, most is, tehát a legnagyobb vészhelyzet vagy veszélyhelyzet közepette is. És ezt összeadva, ezzel szemben van egy 426 milliós
kormányzati támogatás az önkormányzat felé. Tehát nekünk durván 1,3 milliárd forintot ki kellene gazdálkodni saját bevételből. De ugye nekem muszáj a másik oldalt is képviselnem. A kormányzat azt mondja, hogy mindenki nézze meg a költségvetést. A költségvetésben jövőre több pénz jár az önkormányzatoknak, mint idén. Ez igaz? És ezt én nem tudom cáfolni, hiszen Algyő nem kapott szerintem az elmúlt 10 vagy akár még több évben sem általános működésre normatívát. Ez mindig 0 forint volt. A következő évben fogunk kapni. Tehát emelkedik 130 millió forinttal az állami forrásból a bevételünk, de 100 millióval emelkedik a szolidaritási adónk is. Tehát tulajdonképpen nettó 30... Tehát mennyit kapnak és mennyit vesznek el? Kapunk 130 millió forint többletet, és elvesznek 100-zal többet a szolidaritási adóból. Tehát 370 millió forintot visznek el szolidaritási adót, ami azt jelenti, hogy ezt nekünk a iparüzési adóból kell kifizetnünk. Tehát ilyen értelemben az egész rendszer így, ahogy van, nem jó, sem a számítások, sem a szándékot, meg még egyszer mondom, már nem is értjük. Valóban nem érte a szándékot? Nem, mert ha az a szándék, amiket itt lehet hallani, és nyilván én is elolvasom a polgármester kollégáknak ilyen-olyan nyilatkozatait, én akkor sem értem, ha tényleg ez a szándék. Tehát akkor meg abszolút... Most fordítsuk le a nézőknek, ne beszéljünk rébuszokban, bár szerintem, aki mondjuk a mi műsorainkat nézi rendszeresen, valószínűleg tisztában van vele, hogy mire gondolunk, de ne beszéljünk rébuszokban. Rossz nyelvek szerint fogalmazzunk úgy, ugye az a kormánynak az elképzelése, hogy nagyon nehéz helyzetbe hozza a városokat, főképp azóta, hogy a 19-es önkormányzati választás után ugye sok települést eleve elveszítettek, és akkor szépen be lehet mutatni azt, hogy az ellenzéki városvezető polgármesterek alkalmatlanok a feladatukra. Aztán nyilván nem fognak csődbe menni egy települést, de akkor majd az lesz, hogy a jóságos kormány kisegíti az önkormányzatokat. Én ezt azért tartom egy picit farsnak, mert 3200 önkormányzat van Magyarországon. Tehát jelenleg én nem tudom elképzelni, még a 2019-es önkormányzati választás után sem, hogy ezeknek a nagyon-nagyon nagy százaléka vagy kormánypárti vezetésű, vagy pedig legalábbis nem ellene van a kormánynak nyíltan, vagy akármilyen formában. Tehát ezek az intézkedések, ezek minden önkormányzatot sújtanak. Tehát nincs olyan önkormányzat, amelyiket nem. Tehát ezt föláldozni egy ilyen rendszert azért, de pár nagy megyejogú városért, ami most esetleg ellenzéki, többségi vezetésbe került, én ezt akkor se tartom logikusnak. Én a szándékot éppen ezért nem nagyon értem. Én meg újságíróként, de nyilván ön is településvezetőként szeretnék minden mögött látni és megkeresni a logikát. De ha nem ez, akkor viszont nem látom, hogy mi. Pont ezt mondtam, én sem látom. Tehát éppen ezért dühít, mert ilyenkor már az ember azért szereti látni, hogy ennek mi lesz a vége. Én csak reménykedem abban, hogy valóban ezek az ötletek, amik nyilván elhangzottak, voltak már ilyenek, tehát akár itt korábban is voltak olyan ötletek, amiket azért mi is igen csak kétkedve fogadtunk. Én nagyon remélem, hogy ez azért átgondolásra kerül, és nem lesz tényleg ebből egy olyan módosítása akár a következő évi költségvetésnek, ami majd mi ránk hat. Mondom ezt úgy, hogy mondjuk tegnap éjszaka jött ki egy olyan adó rendelet az önkormányzatokra vonatkozóan, amit még tegnap délben szerintem sejteni se sejtett senki, hogy ebből rendelet lesz, és ma meg már szerint kell dolgoznunk. Tehát azért vannak bennem kételyek, tehát azért ezt hozzáteszem. Ugye tényleg az van, hogy egyik napról a másikra jelennek meg újabb és újabb hírek, amikre nem is gondol az ember. Ugye tavasszal a rendkívüli jogrend idején, ugye, amikor a kormányzatnak rendkívüli felhatalmazása volt, azonnal szépen létrehozták a különleges gazdasági övezet fogalmát, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem az adott önkormányzat rendelkezik azzal a területtel, azokkal az intézményekkel, hanem a kormány. Ez ugye Gödön történt meg. Pont két nappal ezelőtti hír, biztosan teljesen véletlenül van ez így, hogy éppen Mészáros cége fejleszthet ott, de ezt csak most így zárójelben tettem hozzá. Anno felmerült még Gödön kívül, tulajdonképpen az egyetlen konkrét település név Algyő volt. Ugye ott van a MOL. És emiatt merült fel az, hogy megvan az esélye annak, és félni lehet attól, hogy kiemelt gazdasági övezetté nyilvánítják azt a területet is. Önnek van-e bármilyen információja arról, hogy fű alatt mondjuk van-e még ilyen terv, vagy ez már biztos, hogy nem fog megvalósulni? Azt sosem mondjuk ki, hogy biztos nem fog megvalósulni.
Én úgy gondolom, hogy megint csak a logikát követve, nem mi vagyunk a második olyan terület ennek az országnak, ahol jóval nagyobb falatot lehetne csípni egy ilyen gazdasági övezetnek a kialakításával. Ez is egy picit nyilván változott itt az évek alatt, évtizedek alatt, tehát hogy rendben van, hogy itt a MOL valóban fontos szerepet tölt be, de azt azért el kell mondani, hogy 450 cég van Algyőn. Ebből egy a MOL, nyilván a legnagyobb adózónk. De azt kell, hogy mondjam, hogy az első 10 adózónk 60%-át adja az adóbevételünknek. Ebből a MOL X-et. Tehát, hogy nem, nincs kiemelkedő olyan szerepe, mint mondjuk lehet, hogy a Samsungnak éppen Gödön. Tehát nem így lehet összehasonlítani. A másik pedig azért a MOL fejlesztései jelen pillanatban nem Algyőre koncentrálódnak. Ezt mi persze egy picit bánjuk is, hát ez egy tiszaújvárosi fejlesztés éppen ugye, amit most nemrégiben adtak át, és még ugye várható ott nagyobb fejlesztés, hát azok nagyságrendileg nagyobb fejlesztésekről beszélünk, nagyobb ipari területről, ipari parkról, sokkal nagyobb értékről. Tehát én úgy gondolom, hogy ha csak a MOL-t néznénk, akkor sem Algyő lenne itt az elsődleges, ha itt a MOL területei közül valamelyiket is szeretnék átminősíteni. Nagyon köszönöm, hogy itt volt nálunk, és elmondta mindezt, és egy zárásképp mi mást is kívánhatnék jó bűvészkedést a számokkal. Hát ez most ez lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.